Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Művészváros című magazin műsorunkat látják, amelyben ezen a héten a főszerepet a Muzsika és az Ünnep kapta. Vasárnap tartottak Hanuka ünnepséget a Szentendrei Vizes 8-as úszoda és szabadidőközpontban. A Hanuka a felavatás ünnepe. Mécsesei évről évre emlékeztetnek a menóra lángjaira, amelyek a szövetséghez és a bibliai ígéretekhez hűséges emberek erőfeszítései, sőt, vértanúsága nélkül talán örökre kialudtak volna. A zsidó hagyományok Szentendrén is életre keltek vasárnap, a Vizes 8-as úszoda és szabadidőközpontban, amikor a Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szentendrei Zsidó Hitközség közös szervezésében második alkalommal tartott Hanuka ünnepséget. A meghívott művész Gerendás Péter, Liszt Ferenc díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével kitüntetett zeneszerző, előadó művész volt. Családjának koncertjével nyitotta meg a szentendrei Hanuka ünnepséget vasárnap. Rabbi közreműködésével elevenítették fel a fény ünnepének tradícióit a helyi hitközség tagjai. Fontos a hagyományok, a kapcsolatok ápolása, a helyi gyökerek felkutatása, ami a legfontosabb feladata a Magyar-Izraeli Baráti Társaságnak. Nagyon jó helyszínnek bizonyult, mert írtó sok dekorációs lehetőséget ad, mint ahogy körülnéznek, majd látják. Másrészt pedig hát a befogadó képessége tavaly több mint 100-an voltunk, és hát alkalmas volt óratáncszázra is. Azt gondolom, hogy ez egy családi rendezvény, gyerekeket, és hát ugye a zsidók nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek mindenhol ott legyenek, nem csak a játékban, hanem a komoly dolgokban is, az ünnepeken is, és mindenhol együtt vagyunk, és ez nagyon kell. Hanuka ünnepe Kiszlévhó 25-én kezdődik, idén december 12-én este, és 8 napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a mákábeusok 3 évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfogató szíriai görögök felett, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallás gyakorlatban. A harc időszámításunk előtt 165-ben a jeruzsálemi templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is. A Hanuka azt jelenti felavatás, s arra utal, hogy újra Isten oltalmába ajánlották a templomot, amelyet a pogány bálványok és a praktikák beszennyeztek. Egy-két éve járok ide én is, amióta nagyjából elindult. Igazából a hangulat, szóval az ünnepnek a hangulata az, ami ide csábít, mint zsidó fiatal, és hát tényleg az a jó benne, hogy a környezet, szóval a környező, hol lakunk, ide tudunk jönni, és nem kell bemenni Budapestre, stb. Mindig színesedik a program. Most Gerendás Péter és családja, szeretném hangsúlyozni, hogy családjával együtt ad egy koncertet. Ez egy unikális dolog, és én nagyon örülök, hogy a Péter vállalta, hogy a gyerekek is itt lesznek, legalábbis egy részük. A koncert után pedig ugye természetesen rabbival gyertyát gyűjtünk, ahogy itt látják, már az asztalon ki vannak készítve a hanukiák. A gyertyagyújtás után pedig lesz büffé, hóratáncszáz, és most egy új elem is van, mert zsákba macskát tartunk, és a zsákba macska után pedig lesz egy olyan ajándék és adomány vonalunk, ahol az adományokat kiírtuk, hogy mire szeretnénk gyűjteni az adományokat, és az ajándékokat pedig a zágon ékszer felajánlásából tudjuk adni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a főszerep ezúttal is az örömé és az önfelett szórakozásé volt. A szentendrei Hanukára ismét sokan érkeztek, minden korosztály képviseltette magát. Nem csak a városból, az egész Dunakanyarból jöttek vendégek és érdeklődők. Igazából a vallást, amit ezen az ünnepen meg kell, hogy éljünk, az kimerül abban, hogy a gyertyákat meggyújtjuk, úgyhogy igazából tökéletes alkalom erre. És igazából az, hogy itt a fiatalok és az idősebb korosztály is tényleg meg tudja találni a közös hangot, mert nem egy bonyolult vallási szerkezet van ennek az egésznek, hanem gyertyát gyújtunk, elmondunk egy-két imát, és akkor együtt vagyunk és örömködünk.
És még annyit azért mindenképpen hozzá szeretnék tenni, hogy mi kicsit hangsúlyt helyezünk arra is, hogy elmeséljük a hagyományt, a történetet. Itt a rabbi azért jön el, amellett, hogy ő autentikusan tudja ezt levezényelni, de elmeséli a történetet is, hogy mi volt több ezer évvel ezelőtt a megszabadulás, és egyáltalán fontosnak tartom, mert nagyon sok olyan zsidó van, magam is ide tartozok, akik nem vallásosak, de a történetet azt azért jó, ha tudjuk, hogy miért is van Hanuka, és ezt a gyerekek is hallják itt, és akkor ez szépen, ez a történet, ez egy egyetemes kultúrtörténet, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, ha tudja. Szentendre fogja össze a környék zsidó vallás gyakorló közösségét. A jövőre nézve nagy tervei vannak a hitközségnek. Maga a hitközség az lényegében, mint mondtam, 2 éve alakult, és hát szépen azóta fejlődünk. Ez a térségben az egyedüli ilyen hitközség, tehát a zsidó hitközség, és hát megmondom őszintén, nagyon kellemes élmény itt Szentendrén, hogy befogadtak minket, hiszen még az én nagyszüleim, meg az én szüleim is innenvalósiak, és még régen az én nagypapám, amikor még itt még létezett Szentendrén hitközség, akkor ő is a hitközség elnöke volt, úgyhogy ezt a hagyományt is szerettem volna folytatni. Az est meghívott vendége Gerendás Péter, Liszt Ferenc díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével kitüntetett zeneszerző, előadó művész volt, aki családjával közös koncerten nyitotta meg az ünnepséget. A mi barátságunk ezzel az úrral, aki itt áll mellettem, nagyon-nagyon régi keletű, a szüleink voltak jó barátok, és mindig azt szoktuk emlegetni, hogy ők együtt terveztek minket, és hát ugye ez a barátság a születésünk előttre lehet datálni, de ezen túlmenően nagyon sokszor volt, hogy közös dolgokat csináltunk, például egy évvel ezelőtt a Zsidó Kulturális Fesztivált is együtt csináltuk, az ő meghívására vettem részt, mint művészeti vezető, de mindig valahogy életünk során nem kereszteztük egymást, hanem együtt hoztunk létre valamit, és hát nagyon örülök ennek a meghívásnak a mai nap, mert ez Hanuka, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként én is kötődöm Szentendréhez némileg, mert a szüleimnek itt volt egy ilyen weekend háza, és mindig a nyarat itt töltötték, és hát sajnos már nem tudják itt tölteni az idejüket, pedig nagyon szerettem őhozzájuk kijárni ide, ez mindig egy csodálatos pillanat volt az életemben, de sajnos ők már nincsenek. De szóval ilyen szállal is kötődöm. Egyébként imádom Szentendrét, az egész millió, az öreg házak, mindig úgy érzi az ember, mint hogyha utazik 10 kilométer, de mintha 500-at utazna vissza az időben, meg a térben. Úgyhogy nagyon szeretem Szentendrét, hogy nagyon-nagyon örülök ennek a mai fellépésnek. A szentendrei zsidó közösség a hagyományokhoz hűen, szertartással, dallal és zeneszóval, valamint hóratáncházzal ünnepelt. Karácsonyi dalok és jazz szólt az MH Altiszti Akadémián. Oh, I know, beyond the doubt, my heart will lead me to song. I know it, beyond the shore, but this just as before. Happy will feel beyond the sea. Urbán Orsolya énekesnő volt a Szentendrei Helyőrségi Zenekar adventi koncertjének meghívott vendége. Múlt héten tartották az akadémián az ünnepre hangoló hangversenyt, ahol a karácsonyi dalok mellett a jazz is megszólalt. Fontos a civilek és a katonaság közötti kapcsolat erősítése. Ezt szolgálják az akadémián tartott előadások, nyílt napok, koncertek. Próbáltunk nem túlzásokba esni így
karácsonyra való tekintettel, tehát az elejétől végig nem karácsonyi melódiák lesznek, nyilván hangulatát tekintve próbáljuk a nagy érdemű közönséget átvezetni karácsonyra, illetve segíteni a közönségnek az adventi ráhangolódásba, így örökzöld dallamok fognak ismételten felcsendülni, érintjük vele karácsonyt is, meg az ezt körülvevő hangulatvilágot, és egy nagyszerű vendégművész is segítségünkre lesz az este folyamán, Urbán Orsi személyében, aki mindennel el fog minket kápráztatni. Tehát a próbateremben már úgy jövünk be, hogy azért nagyjából az elképzelések megvannak, ezt szólamonként megbeszéljük, és egy kis finomítás, csiszolgatás zajlik már csak itt a próbateremben, hogy elérje a koncertkész állapotot a műsor. Urbán Orsi is természetesen a saját repertoárjaiból hozott, illetve nem szeretnénk lelőni a meglepetést, de lesznek olyan dolgok benne, amik eddig még nem voltak. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor csütörtökön 19 órakor várjuk nagyon-nagyon sok szeretettel. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and our flowers, where they used to be rain. My yesterday was bloody, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through thee. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above can be stormy. Since that moment, no place that really kissed its heaven. When you find romance on your menu, what a difference a day makes, and a difference is you. Hagyománya van a helyőrségi zenekaroknak, akik reprezentációs alkalmakkor jutnak szerepekhez a honvédségen belül, de több műfaj is szerepel repertoárjukban, amiből most a Szentendrei Közösség is kaphatott ízelítőt. Számos koncertet adott idén is a Szentendrei Helyőrségi Zenekar az ország minden pontján. 2017-ben a Szentendrei Bázison volt az utolsó hangversenyük, de jövőre nem csak az Akadémián folytatódik a zenekari esték sorozat, hanem több városban is hallható lesz a katona zene és a jazz. 2018-as évben ismételten nem beindítjuk, hanem folytatódni fog a Zenekari Esték című rendezvénysorozat. Ennek az első koncertje az pedig február hónapban lesz. Pontos dátumot egyenlőre még sajnos nem tudok mondani, de
időben megpróbáljuk kiértesíteni a kedves nézőket, illetve hallgatókat. Szeretnénk ezt a hagyományt folytatni. A idei évben is úgy volt, hogy a szentendrei, illetve a kistérségi közönség ne csak minket lásson és halljon, ilyen vetésforgóban voltak meghívva különböző helyőrségeknek a zenekarai. Tehát egy koncertet csináltunk mi, a következő koncertet pedig egy másik helyőrségnek a zenekara, és ezt a jó szokást szeretnénk átvinni a következő évre is, hogy tényleg az ország 10 különböző katonazenekarát a közönség megismerhesse itt Szentendrén. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Orbán Bocsi tolmácsolásában Kent Bájnál.
buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. I'll give you all I got to give, but if you say you love me too, I may not have the love to give, but what I got I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Városunkban 11 éve működik a helyőrségi zenekar, az ő szervezésüknek köszönhető a két havonta életre hívott sorozat, a zenekari esték, hogy az ország minden katonai zenekara bemutatkozhasson a Szentendrei MH Altiszti Akadémián. Legközelebb a házigazdák kapják majd a főszerepet, amikor 26 fős együttes újra hazai közönség előtt áll majd színpadra 2018 első koncertjén.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Művészváros című magazinműsorunkat látták. A műsor végén engedjék meg, hogy magam és az egész stáb nevében áldott, békés, szeretetben gazdag ünnepeket kívánjunk Önöknek. A viszontlátásra!